Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus egy magányos helyre vonult apostolaival, a nép megtudta és utána ment. Ő szívesen fogadta őket és beszélt nekik Isten országáról, akik pedig gyógyulást kerestek nála, azokat meggyógyította. A nap már hanyatlóban volt. Oda ment hozzá a 12, bocsásd el, a népet figyelmeztették, hogy a környékbeli falvakban és tanyákon szállást és élelmet keressenek maguknak, mert itt elhagyatott helyen vagyunk. Ti adjatok nekik enni, válaszolta. Csak 5 kenyerünk és 2 halunk van, mondták. El kellene mennünk, hogy ennivalót vegyünk ennyi népnek, mint egy 5000 férfi volt ott. Akkor meghagyta tanítványainak. Telepítsétek le őket 50-es csoportokban. Úgy is tettek. Letelepedtek mindnyájan. Jézus pedig kezébe vette az 5 kenyeret és a 2 halat. Föltekintett az égre, megáldotta azokat. Majd megtörte, s tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek. Miután mindnyájan ettek és jól laktak, még 12 kosárra való maradékot szedtek össze. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a mai 3 olvasmány nagyon szépen elénk tárja az eukarisztia titkát, csodáját. Az elsőben Mózes könyvéből, Teremtés könyvéből olvastunk, ahol találkozik Ábrahám és Melkizedek. Ez a Melkizedek egy titokzatos alak az Ószövetségben, egy pap, aki nem Izrael törzséből származott, hanem egy teljesen egyéni jelenség az Ószövetségben, Sálem királya, ami a Jeruzsálemnek a, úgy így mondjam, az előde, ez a város, Sálem, ebből lett a Jeruzsálem. És kenyeret és bort hoz Ábrahám elé. Csak annyit hallunk róla, magasságbeli papja volt. Az első ilyen fontos jellegzetessége az eukarisztiának, vagy tulajdonsága, vagy a lényege igazából, hogy áldozat. Azért halljuk ezt az olvasmányt a kenyeret és a bort hozó Melkizedekről, mert Melkizedek pap volt. A papnak a feladata, hogy áldozatot mutasson be. Hogyha az eukarisztiának csak azt az oldalát hangsúlyoznánk, hogy ez egy szentségi táplálék, ami örök életet ad nekünk, teljesen igaz lenne, de akkor elhanyagolnánk egy nagyon fontos szempontot, az, hogy az eukarisztia áldozat is. Talán a mai ember kevésbé tud mit kezdeni ezzel a szóval. És főleg Nyugat-Európában el is felejtették, el is hanyagolták ezt nagyrészt a katolikus miséken, és sokszor ilyen öröm ünnepélyek lettek a szentmisék, mert nem tudtak mit kezdeni ezzel a szóval, hogy áldozat. Persze az örömnek jelen kell lenni, akkor, amikor ünnepeljük az eukarisztiát. De lélektanilag is nagyon káros, hogy az életünkből kiiktatjuk ezt a dimenziót, hogy Krisztus értünk áldozatot mutatott be. Mert hogy az elesett világunkban pontosan az áldozat az, ami által visszakerülhetünk Isten közelségébe. Nem tudunk a saját erőnkből megtisztulni. Ehhez kell az áldozat. Krisztus kiengeszteli értünk a bűneinket. Jóvá teszi. És ez az áldozat jelenik meg minden egyes szentmisén újra, ami a Kálvárián történt meg, ugyanaz az áldozat. Tehát
ismerjük ezt talán, de jó felfrissíteni azt a hittanos ismeretünket, hogy ami a Golgotán történt, az ugyanúgy megjelenik, megnyílik itt a tér és az idő, és Isten műveli, és megjelenik Krisztus áldozata a kereszten. Persze nem látjuk, mert szentségi módon jelenik meg a kenyérben és a borban. De amikor itt vagyunk az oltár előtt, akkor ott vagyunk a Golgotán tulajdonképpen. Minden nap, amikor szentmisén veszünk részt, vagy vasárnap, ez történik. Ezért egészen más élőben jelen lenni a szentmisén, mint csak tévében nézni mondjuk. Mert itt valóban a Golgotán vagyunk. Valóban megérintjük Krisztus testét, magunkhoz vesszük az áldozatot, ami értünk adatott. Aztán a második olvasmány a Szent Pál korintusi leveléből, ahol Pál apostol megismétli Jézus szavait, az utolsó vacsorán elhangzott szavakat: vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely értetek adatik. Utána: ez a kehely az új szövetség kehelye az én véremben. Ez az olvasmány pedig az eukarisztiának a szövetség dimenzióját hangsúlyozza. Az Ószövetségben már a kezdetektől voltak szövetségek, amiket Isten kötött az emberekkel, Mózessel, Ábrahámmal, Dáviddal. Ezek a szövetségek mindig vér által köttettek meg. Ha valaki ismerős az Ószövetségnek ezen, főleg a Mózes első 5 könyvének a szövegében, akkor sokszor egészen részletesen leírják, hogy hogyan történik egy szövetségkötés, egy engesztelő áldozat, és mindig körülbelül az történik, hogy levágnak egy áldozati állatot, és a vér felével meghintik az oltárt, amit Isten képviseli, másik felével pedig a népet. Tehát, hogy az egy és ugyanaz a vér köti össze az Istent és az embert. Ez a békesség, az újraegyesítésnek, a szövetségnek a jele. Persze ez mindig csak jelkép volt az Ószövetségben, mert hiszen egy állatnak a vére nem tudja összehozni az Istent és az embert. Ez jel volt, ami előre utalt csak. De Krisztus vére egészen más. Az új szövetség vére, az örök szövetségé, amit hogyha magunkhoz veszünk, akkor tényleg egyesít minket Istennel. Ez a nagy különbség az Ószövetség meg az új szövetségi áldozat között. Hogy valódi kommunió, valódi egység jön létre Isten és ember között. Ez az új szövetség vére, amely értetek kiontatik. Krisztust, amikor magunkhoz vesszük az eukarisztiában, akkor az ő vérét is magunkhoz vesszük. Az egyház időnként olyan alkalmakkor, ami különösen fontos ilyen szempontból, ajánlja, hogy legyen 2 szín alatti szent áldozás. Ugye a mai szentmisén is lesz erre lehetőség, aki szeretné. Krisztus testét és vérét magunkhoz vesszük. Persze minden egyes szent áldozás, ha nincsen szent vér színe alatt is, vagy a bor színe alatt is, akkor is ott van az egész Krisztus, csak vannak ilyen különösen fontos ünnepek, amikor ezt jó megélni mindkét szín alatt. A harmadik, ugye az evangélium, ahol pedig Jézus jól lakatja a tömeget, itt egy lakomával találkozunk. Ez a harmadik dimenziója az eukarisztiának. És előre mutat arra a végidei lakomára, amit Isten tervez mindjájunknak, vagy amit szán mindjájunknak. Az ember, aki önmagában képtelen magát jól lakatni, Isten őt jól lakatja. Megmutatkozik ebben Istennek az a szándéka, hogy nem akar minket magunkra hagyni.
Jézus azzal kezdi először is, hogy tanítja az embereket. Utána meggyógyítja őket, akik gyógyulást kerestek, és harmadszorra pedig jól lakatja őket. Ennél az jelenetnél, a kenyérszaporításnál. Jézus látszik, hogy minden szükségünket ki akarja elégíteni. Az eukarisztiában mind a három jelen van. Megkapjuk az igazság erejét, amikor magunkhoz vesszük őt, gyógyulást nyerünk általa, amikor megérinti bensünket, és táplál. Pál apostol mondja valamelyik levelében, hogy miért van, fölteszi a kérdést, miért van az, hogy egyesek betegek köztetek, és sokan meghaltak? Azért mondja, mert nem különböztették meg Krisztus testét és vérét. Azaz úgy mentek be az eukarisztiára, a szentmisére, azt hiszem a korintusiak, hogy mintha csak egy egyszerű evés-ivás lenne, közben elévették a kenyeret, a bort, imádkoztak is. Ugye az első egyház még ezekben az első években úgy ki kellett még alakulni ennek, és nem mindenhol volt az egyformán tudatos, hogy mi is történik itt, és Pál apostolnak meg kell tanítania őket, ez a korintusi levél, hiszem, majd nézzetek után, első levélben van, meg kell tanítani őket, hogy ez nem egyszerű evésivás, hanem ez Krisztus szent teste és vére. És azt mondja, aki nem úgy veszi magához, hogy megkülönböztetni a rendes eledeltől, azt mondja, betegek lesznek és meghalnak néhányan, mondja. Ez különleges, talán így nem tudatosul bennünk, de hogyha megnézzük, Aquinói Szent Tamás ugyanazt írja az egyik himnuszában, hogy ugyanaz az étek egyeseknek örök életükre, másoknak meg pedig a kárhozatukra szolgál, hogyha bűnben veszik magukhoz. Ha nem különböztetik meg a Krisztus testének, vérének a szentségét. Ha magamhoz vehetem Krisztust, ha olyan állapotban vagyok, akkor ez azt is jelenti, hogy kész, alkalmas vagyok arra, hogy átlépjek az örökké valóságba. Ha olyan lelki állapotban vagyok, mondjuk így bűnben, hogy nem vehetem magamhoz a Krisztust, akkor nem vagyok kész arra, hogy az örökké valóságba átlépjek. Ne vegyük ezt egykönnyen, ne vegyük ezt könnyelműen, hanem különböztessük meg, miről van itt szó. Tehát amikor az eukarisztiába lépünk, ebben ennek a misztériumnak az ünneplésébe, akkor itt az áldozat közelében vagyunk. A Golgotán Krisztus itt megköti a szövetséget Isten és ember között, úgyhogy egy valódi egység jön létre Isten és ember között. És ez a valódi egység éltet minket. Olyan életet ad nekünk, ami sokkal több annál, hogy egyszerűen túléljük az egyik napot a másik után. Az a belső élet, amit a Krisztus teste és vére által kapunk, ez egy olyan világosságot is gyújt bennünk, ami persze teljesen természetesnek tűnik, de akkor látszik a különbség azok között, akik élnek az eukarisztiában, még akik nem élnek, hogyha megnézzük ezt egy hosszabb távlatban, megnézzük mondjuk egy társadalmi távlatban, olyan vidékek, ahol már régen nincsen eukarisztia. Nézzük csak meg, hogy merre felé haladnak. És nem akarok külön-külön területeket megnevezni, de ahol nincs eukarisztia, ahol nincs szentmise, hova, merre vezet az olyan? Lassan-lassan, észrevétlenül talán átmegy egy olyan irányba a vallásosság, ahogy inkább emberi együttlét lesz, emberi istenkeresés, de a Krisztusnak a jelenléte, a valóságos jelenléte, ha kimarad ebből, akkor az ember elgyengül, összezavarodik, érzéketlen lesz arra, hogy mi a jó és mi a rossz. Nagyon lényeges számunkra, hogy a Krisztussal táplálkozzunk. Így tudunk csak megmaradni ezekben nagyon nehéz
spirituálisan nagyon nehéz időkben így tudunk résen maradni, és így lesz éles a látásunk, hogy meg tudjuk különböztetni, melyik a jó irány, melyik a félrevezetés. Legyünk jelen itt a Golgotánál úgy, mint ahogy az első tanítványok, akik megértették, hogy itt a világot, a történelmet megváltoztató áldozat megy végbe. Amen.